Gyúcsány Ferenc beszél, hallgatják, igen. Gyerekek, baj van, Hát Érted? P milyen poénok, repkednek. Miért nem szólt nekem senki, hogy ebből az ebéből baj lehet? Én úgy terveztem, hogy. Vá Vágod, hogy ez itt egy ilyen. ez itt egy ilyen standardszerű. szerű, stand -szerű kabaré beszélgetés, érted? Én úgy terveztem, hogy simán túl leszünk rajta. Kiküldöm a feleségemet, meg karácsony Gergőt és Fekete Győr Andrist, hogy csináljanak úgy, mintha mi is drukkolnánk. De természetesen a portugálok, a franciák meg a németek agyonverik a magyar csapatot, aztán persze lendületesen stadionoztunk, stadionozunk, szidjuk a labdarúgókat, meg a kormányt is ennyi egyszerű gond egy se. Erre most döntetlen játszik a világot, ott, válogatott a világbajnokkal, meg a portugálok is 84 percig szenvednek a magyarok ellen, az emberek meg ünnepelnek boldogok és büszkék, gyerekek nem ezt akartuk. <laughs> Jó, hát ezt nekem nem kell végigolvasnom. Tehát ez erről szó végig. Egy ilyen elképzelt uh, beszélgetés. Előttetek van, ahogy ez az arc? Mert nekem előttem van, hogy ez az arc. Indítanak majd gyerekek a Duma Színház mintájára egy ilyen stand-up műsort. A comedy azt nem merem hozzámondani, hogy comedy, meg komédia. El tudom képzelni, hogy, 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 hogy ezek az arcok Indítanak egyszer egy ilyen, vagy a kormány indít egyszer egy egy olyan műsort, egy olyan csatornát, ahol ezek az arcok fognak ilyen jellegű stand-upokat tartani. Érted? Ahol ilyen előre elképzelt, ugye, mint ahogy egy jó stand-upos humorista is, megírja ugye a beszélgetést, megírja a történeteket, járja vele az országot, előadja rengeteg színpadon, közben formálja, szedegeti szét, nézi a visszajelzéseket, és akkor ugye összegyúr egy... Tehát abból a hatalmas masszából, amit, amit, amit összerak fejben, abból összegyúr egy, egy, egy órás, két órás, nagyon jól működő, vicces, szórakoztató anyagot, és eladja ugye a tévének. Ezzel szemben ugye majd ezek a politikusok is járják az országot, kampányolnak, és a végén ugyanazt, amit a, a, a stand-upos gomboristák csinálnak, összegyúrva ezt, ilyen beszélgetésekben, ilyen, ilyen stand-up előadásokban fogják ezt előadni. Ezt nekünk ő, majd a terítékre. El, a gyerekek? Meg ugye az influencerkedés most már ráhúzzák arra, hogyha valaki a közösségi médiában ilyen erős szerepet vállal, mint mondjuk a politikusok. Tehát hatalmas, ö, vagy egyre növekvő követőtáborral rendelkeznek, és minél több embert élnek el ugye a posztjaik, annál inkább süthető rájuk az influencer jelző. Ne nekik ötleteket, mert megcsinálják. Az a Szefi. Az én el tudom képzelni, hogy ez. De, ne, nem, nem ott tartunk gyerekek. Hát azok a reklámok és akar, hogy a, a, a Youtube-on. Hogy, hogy... Ez nagyon kemény.